Kedves nézőink! Önök a Nagy Dorog Televízió híradóját látják 2022. április 22-én. Köszönti Önöket a hírolvasó, Kinnésági Olivia. Először lássuk, miről is lesz szó mai híradónkban. A települést érintő jelenlegi történésekről Borbéné Tőtősi Ágnes polgármestert kérdeztük. Kézműves foglalkozás volt a múlt héten húsvét előtt a gyermekeknek. A múlt hét óta történt eseményekről, napi dolgokról településünk polgármesterét, Borbéné Tőtősi Ágnest kérdeztük. Üdvözlöm a kedves lakosságot, kedves nézőinket! Múlt alkalommal már említettem, hogy a Jókai utcára, aszfaltozására beadtunk egy pályázatot, mely sikeres elbírálásban részesült. A héten elkezdtük a közbeszerzési eljárást, és reményeim szerint június végére maga az aszfaltozási munkálatok is befejeződnek. Aztán a Kisernő utca és az Adi utca aszfaltozása és vízvezetékének rekonstrukciójára beadtunk egy pályázatot. Sajnos nem sikerült elnyernünk, de már frissítjük az árajánlatokat, költségbecslést készítjük, és szeretnénk a TOP Plus pályázati lehetőségenken belül újra ismételten beadni. És arra gondoltunk, hogy az Irinyi utcát szintén megcéloznánk, ott is szükség van a vízvezeték rekonstrukciójára. A Vasút utcába a buszmegálló mögötti kis szakaszt kellene még pótoljuk, ott restanciánk van, megígértük az ottani lakosságnak, hiszen ott még nincsen műút, és a Vésői utca végét is szeretnénk újra aszfaltoztatni. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezt szintén egy ilyen csomagba beadjuk ismét. Erre van még egy hónapunk. Úgyhogy reméljük, hogy pozitív elbírálásban részesül. Aztán dolgozunk most egy újabb pályázati lehetőségen, a fogorvosi panoráma röntgen beszerzésén és egy újabb szék beszerzésén, mert elég magas összegekért javítják a széket, hát már előregedett, úgyhogy ezt szeretnénk megcélozni, és össze szeretnénk kötni egy energetikai felújítással. Tehát egy hőszivattyús, fenkolos működtetésű fűtésrendszer épülne ki, természetesen napelemmel kombinálva. Ebbe beleértjük az összes rendelőt, és a fogorvosi szolgálati lakást is természetesen. Hiszen, mint mondtam az elmúlt alkalommal, hogy az önkormányzatnak és a testületnek célja, hogy az intézményeink energetikai korszerűsítésen essenek át, hogy a működtetés minél olcsóbb és költséghatékonyabb legyen. Az orvosi szolgálati családi ház építése az természetesen folyik, zajlik, gőzerővel. Hát a falazáson már túl vagyunk, a födém elkészült, úgyhogy reméljük, hogy tudjuk tartani, hogy decemberi átadást azt tényleg meg tudjuk valósítani, és a doktor úr a családjával akkor még karácsony előtt birtokba vehesse. Az elmúlt héten, húsvét előtti napokban, a gyermekvédelmi támogatásban részesülő családoknak édességet és 5000 forint értékű vásárlási utalványt tudtunk osztani. Itt 40-50 közötti családról van szó, és 100 gyermekről. Mindenki nagy-nagy örömmel fogadta, és mi is nagyon örülünk, hogy már második évben a húsvét alkalmából is tudunk valamit adni, osztani a családoknak. És ezáltal 100 gyermeknek sikerült szebbé, meg hittebbé tenni a húsvéti ünnepeket. A Kulturális Bizottság húsvét alkalmából is meghirdette a dekorációs lehetőséget, és az önkormányzat Facebook oldalán lehetett szavazni, szavazatokat gyűjteni a lakosság körébe, hogy kinek, melyik család által díszített helyszín tetszett legjobban, és a bizottság tagok
összeadtak egy nagyon szép ajándék kosarat, és ezt a szavazatok alapján, aki elnyerte az idei évben, a Lükli család volt, és ezt ünnepélyes keretek között átadtuk. Én szeretnék még egyszer gratulálni, szeretném megköszönni a sok-sok családnak, akik vették a fáradtságot, és díszítették, szebbítették a ablakaikat, vagy esetleg a kis udvarukat, ezzel is ráhangolódva a húsvéti ünnepekre. Megragadnám az alkalmat, és megköszönném a sok adományt, hogy elkészülhettek településünk több helyszínén ezek a kültéri dekorációs elemek, figurák. Nagyon sok faanyagot kaptunk az ADU Kft-től, közreműködtek, szeletelték, hogy ilyen kis akác szeletekből össze tudjuk kombinálni ezeket a kis nyulakat. Ott a munkatársaknak szeretném megköszönni Véger Imrének, hiszen ő vágta ki a figurákat. Szeretném megköszönni a Hadobás családnak, őtőlük is több ilyen kis fanyulat kaptunk, és mindenkinek, aki közreműködött, a Kulturális Bizottságnak, a sok önkéntesnek, hogy mindig számíthatok rájuk, és ha megkérem, akkor mindenki egységesen csapatba megmozdul. Ez egy nagyon nagy kincs, úgy érzem, úgyhogy még egyszer köszönöm. Közmunkás csapatunk a közterületeken elkezdte vágni a füvet. A múlt alkalommal kértem a lakosság segítségét. Én jó érzéssel tapasztaltam, hogy elég sok család megmozdult, és a ingatlanjuk előtt lévő füves területet lenyírták, levágták, ezt megköszönöm. És amennyiben lehet, és tényleg eszközük van rá, akkor ezt továbbra is jó szívvel fogadjuk, hiszen hárman vagyunk, három fűnyírós kis brigádunk van, és egyszerűen nem győzünk rá, főleg, hogyha bejön egy esős időszak, akkor meg aztán pláne nem győzünk utolérni magunkat. Asszonyaink természetesen próbálják rendbe tartani az utcákat, a virágágyásokat, a bicikli út mögött rendezkedtünk, most próbáltuk szebbé tenni ott a környezetet, és hát folyamatosan dolgozunk, nem sokára megkapjuk a muskátlikat, a vinkákat, és akkor elkezdődik az ültetés. Arra is nagyon szívesen fogadok felajánlásokat, hogy besegítenek az ültetésbe, én is természetesen akkor megyek és kiveszem a munkából a részem. És végezetül szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy április 24-én 11 órakor a római katolikus templomban ünnepi szentmisére kerül sor, ahol a nagydorogi gulák harang felszentelésének 10. évfordulójára emlékezünk. A harang a gulág áldozatainak állít emléket. Kérnék mindenkit, hogy aki teheti, tartson velünk, és emlékezzünk méltóképpen ezen az ünnepségünkön. Köszönöm szépen a figyelmüket, e heti összefoglalónkat akkor megtartottuk, mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok, és nagyon jó egészséget. Kézműves foglalkozás volt a múlt héten, húsvét előtt a gyermekeknek. A tojásfestésből, színezésből, mozaikkép készítésből álló színes programot a klubhelyiségben tartotta a Kulturális Bizottság. A nagy létszámú érdeklődő gyermekcsapat szülők kíséretében egy igazi tartalmas délután töltettek el a húsvétra hangolódás jegyében a Sportcsarnok klubhelységében. A húsvéti kézműves játszóházba kreatív ötletekkel és tartalmas foglalkozásokkal várta a Kulturális Bizottság a legfiatalabb korosztály képviselőit, akik többek közt a hagymahéjjal történő tojásfestés rejtelmeibe is betekinthettek, tudtuk meg Szabói Csabáni alpolgármestertől. A mai délutánunk záró rendezvénye húsvéti készülődésnek, hiszen holnap már nagypéntek. Azt gondoltuk, hogy nagypéntek előtt még a gyerekekkel egy kicsit kreatívkodunk. 7 feladattal készültünk, 7 asztalnál dolgoznak a gyerekek, meglepően nagyon sokan eljöttek, és mindegyik nagyon érdekes feladat, hiszen mindegyik húsvéttal kapcsolatos, és mindegyik más-más tevékenység.
Én a hagymahéjjal festett tojásokat vállaltam, apró növényeket gyűjtöttem, és hagymahéjban főztük a festéklevet, és a gyerekek rászorítják a növényeket, és szorosan segítünk megkötni a harisnyákat, és ők festik bele, mártogatják bele a hagyma lébe. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit különleges, és ezzel is találkozniuk kell a gyerekeknek. Hiszen a boltban vett festéket, de csak belerakják, és kész. Nem nyújt akkora élményt, mint amikor batikolnak növényekkel. A többiek is nagyon érdekes feladattal készültek, mindenféle festés, ragasztás, gipszöntés, ajtódísz, minden készül a mai délutánon. Úgyhogy aki mind a 7 asztalnál szeretne dolgozni, az bizony most hatékonyan és kellemesen fogja ezt a délutánt eltölteni. Több asztal van, több állomás. Van egy asztalunk, amin színezni lehet. Az olyan gyermekek, akik nem tudják elfoglalni magukat, vagy nincs kedvük már semmihez, akkor különböző húsvéti kifestőket nyomtattunk nekik. Van itt is egy ajtókopogtató készítős asztalunk, aztán egy gipszkiöntős, kiöntöttük már a gipszeket előre, a Petráik segítségével kiöntötték, kifestik a gyerekek, ezután mágnes tesznek a hátuljára, és hűtőmágnesként funkcionál, illetve van dekopás képkészítés, ez is gipsz alapon. A következő asztal, ahol a gyerekek foglalkoznak, az a tojáshéj mozaik, tehát képeket raknak ki festett tojáshéjból. Látom, hogy most már azért úgy nagyjából egyre több gyerek jelenik meg, nagy az érdeklődés. Mit szóltok hozzá? Nagyon örülünk neki, és erre is számítottunk, hogy így a nagypéntek előtt, a húsvéti készülődésben mi is be tudjuk vonni a gyerekeket, illetve szülőket. Amikor ezt elhatároztuk a Kulturális Bizottsággal, akkor ugye ez egy rendezvény sorozatként terveztük, és azt gondoltuk, hogy a gyerekekkel külön foglalkoznunk kell, hogy minél közelebb kerüljünk hozzájuk, és ők is a húsvéti ráhangolódásra. Mert tetszik nekik a tér, meg a játék, de amit ők maguk készítenek, az bizonyára nagy-nagy örömet fog nekik okozni. Itt mindenki választhat, egyedül is készítheti, hazavihetik a tárgyakat, és azt gondolom, hogy ez fontos a gyerekek életében, főleg így, hogy közösségben dolgoznak. Nem csak a klubhelyiségben, hanem az alapszolgáltatási központban is kézműveskedhettek a gyermekek. Oda az ovisok voltak hivatalosak, mondta Törökné Juhászi Szabina, szakmai vezető. Most hétfőn, április 11-én tartottuk ezt a készülődést, az idősek és az iskolába menős óvodások együtt. Az alsó és a felső óvodából egyaránt jöttek a gyerekek, két részletben, együtt sütöttek az időseinkkel, daráló süteményt, húsvéti figurákat formáztak belőle, ezt nagy élvezettel csinálták, és voltak különböző kézműves programok, ajtókopogtató készítés, csibe-csipesz, vagy pompon csibe készítése. Hát nagy előkészületeket igényelt, mivel hogy a rendelkezésünkre álló idő az rövid volt, mert hogy délelőtt folyamán kellett lebonyolítani. Minden folyamathoz elő kellett készülnünk, külön ki kellett vágni az alapanyagokat, hogy úgy tudjuk várni az óvodásokat, hogy nekik már csak meg kelljen csinálni. Az ötlet úgy jött, hogy várjuk a húsvétot, és mivel hogy egy faluban dolgozunk, együtt kell dolgoznunk, így segítsük egymást, és ha együtt csináljuk, úgy sokkal könnyebb. Ennyi volt mai híradónk, főbb híreink még egyszer, röviden. A települést érintő jelenlegi történésekről Borbéné Tőtősi Ágnes polgármestert kérdeztük. Kézműves foglalkozás volt a múlt héten, húsvét előtt a gyermekeknek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, nézzék műsorainkat!